Szép jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, Tóth Tamás vagyok. Már tegnap is megjelentek a Kárpát-medencén belül záporok, sőt zivatarok is, mögötte pedig több helyről szivárványt is jelentettek. Érics Viktor képét mutatnám be most az időjárás jelentésben, ő a vajdasági Csóka településről küldte az alábbi képet, és természetesen, ha hasonló színes vagy éppen érdekes légköri eseményt látnak, örökítsék meg és küldjék el nekünk a már jól megszokott meteorfotó@mtva.hu e-mail címre. No de a hétvége nagyon komoly időjárás változást hoz, ezt láthatják már a műhold felvételen is kiéleződni. Az a hideg front, ami mögött majd a nagyon hideg levegő megérkezik, az jelenleg még itt tartózkodik, de már most is aktív a mediterrán térség, ahonnan egyébként nagy nedvesség tartalmú levegő érkezik a mai nap során is. Úgyhogy a Kárpát-medencébe tehát ma is már nagyobb részt erősen felhős lesz az ég. Ez a hideg levegő viszont egy újabb mediterrán, egy erős mediterrán ciklon generál, és az egészen hétfőig, sőt keddig meghatározója lesz az időjárásnak. Ma is éleződnek a különbségek a Kárpát-medencén belül, mert a nyugati területeken zártabb lesz végig a felhőzet, és ott elég sok helyen valószínű eső, zápor, kelet felé haladva pedig zivatarok is kialakulhatnak, különösen ott, ahol magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A medencén belül egyébként a délkeleti területek ígérkeznek ma a legmelegebbnek, északnyugaton már több fokos hőmérséklet csökkenést tapasztalhatunk. Egyébként ebben a térségben, különösen a délelőtt folyamán még akár jó néhány órára kisüthet a nap, majd ezt követően aktivizálódik a légkör, és alakulnak ki egyre magasabbra törő gomolyfelhők, nyugatabbra, északnyugat felé haladva pedig egyre zártabb lesz a felhőzet. Vasárnap pedig kifejezetten nagy lesz a különbség a medence nyugati és keleti része között. A nyugati területekre megérkezik már a sarkvidéki hideg levegő, erős időnként viharos északi szél mellett sokfelé esővel, kelet felé haladva azonban jóval melegebb lesz, és nagyon éles lesz majd a hőmérsékleti választóvonal. Még hétfőn is nagyon nagy különbségek várhatók, kettől kezdve számíthatunk jelentősebb javulásra, de láthatják, azon a napon még erős északi szél várható nagy területen, szerdától pedig a hőmérséklet is jelentősen emelkedik a nyugati területeken is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!